Újabb rakétákat lőtt ki Észak-Korea helyi idő szerint szerdán reggel. Egy héten belül ez már a második rakéta kísérlet Kim Jong-un és Donald Trump júniusi találkozója óta. Ennek a mostani kilövésnek egyelőre fennyel nem adott olyan jellemzően észak-koreai elnevezést, mint a múlt hetinek. Az akkori kísérletet ünnepélyes figyelmeztetésnek nevezték el, tiltakozásul a tervezett dél-koreai-amerikai közös hadgyakorlat ellen. A Japán tengerbe csapódó lövedékek írére megszólalt a japán kormányfő, aki szerint országa biztonságát nem veszélyeztette az újabb észak-koreai rakéta kísérlet, de az incidensről egyeztetni fog az Egyesült Államokkal és a környező országok vezetőivel. A mostani rakétakirővés jól mutatja, hogy mennyire más gondol az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásainak eredményeiről Kim Jong-un és maga az elnök Donald Trump, aki júniusban a demilitarizáció vezetben újságíróknak azt mondta, hatalmas előrelépés történt az amerikai észak kapcsolatokban tavaly óta.